Redemciós megemlékezés, befejezi működését a Robinson Tours. Várják a szabályozást. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2020. május 11-én 18 óra 5 perckor. A Jászkunda Redemció emléknapja alkalmából a Karcagi Milleniumi Emlékmű Parkjában a Jászkun Redemció emlékharangjánál, amely Györfi Sándor, Kossuth díjas szobrászművész, Jászkun főkapitány alkotása emlékeztek a város vezetői és képviselői a Jászkun önmegváltásra. A 13. és 14. században Magyarországra érkező kunok és jászok betelepülésüktől fogva jelentős kiváltságokat kaptak az uralkodóktól. Nem tartoztak földesúri szolgáltatásokkal, a jászkunok földjén nem alakult ki a jobbágy földesúr viszony, területe még a török hódoltság idején is koronabirtoknak minősült. Tulajdonosa az uralkodó volt, aki ezt a jogát a mindenkori nádor útján gyakorolta. A lakosok nem csupán a földesúri adóktól mentesültek, de a nemesekhez hasonlóan a vám és harmincadmentesség és egyéb előjogok is megillették őket. A kivitelezett közjogi helyzet jelentős kötelezettséggel, például katonai szolgálattal is járt. A jászkunok háború idején kötelesek voltak hadba vonulni, ők biztosították a nádor fizetését is. Ezt vállalták, mert büszkék voltak szabad állapotukra, míg nem 1702-ben jött a végzetes döntés, az uralkodó 500 ezer rajnai forintért eladta a jászkunság egész területét és lakóit a német lovagrendnek. Az adásvétel a fennálló törvények értelmében is jogtalan volt. 1745. május 6-án Mária Terézia magyar királynő Bécsben aláírta a jászok és kunok kiváltságainak visszaadását engedélyező okiratot. Ezt az eseményt nevezzük latin szóval redemciónak, azaz önmegváltásnak. A jászok, a kiskunok és a nagykunok szabadságaik visszaszerzése érdekében 580 ezer rajnai forintot gyűjtöttek össze több mint 200 évvel ezelőtt. Erre a jeles napra emlékeztünk május 6-án az emlékműnél, ahol a koronavírus járvány veszélye miatt most emlékbeszédek sem hangoztak el, csak koszorúzás volt. Nagyon különleges emléknap, mert ilyen még nem volt. Így visszaemlékezve őseinkre, elődeinkre, azt hiszem, hogy nagyon nagy tisztelettel és kegyelettel kell az ő emléküket visszahozni életünkbe, és gondolni rájuk. Hiszen a redemció, tehát az önmegváltás az a világon egyedülálló dolog volt, amit tettek, hogy visszavásárolták saját szabadságukat, saját hölgyeiket, amiket elvettek tőlük jogtalanul. És ennek állítunk most emléket, és örülök, hogy ezt az emlékharangot meg tudtuk csinálni itt Karcagon, hiszen hőseink voltak kapitányaink, nagykunkapitányaink, kunkapitányaink, a jász kapitányok mellett végig kísérik szinte történelmünket. És ők azok, akik a magyar mellett, hiszen magyaroknak vallották magukat, de kun identitást vagy jász identitást őriztek, úgy, mint egy családba, hogy visszaemlékeznek az őseikre, visszaemlékeznek azokra a napokra, amikor még több száz vagy ezer évvel ezelőtt is összefogtak a családok, és egy nemzetben, mint egy családban gondolkodtak. Azt hiszem, hogy ma is ez hiányzik, hogy családként kezelni kell a nemzetünket, mert az ősök kultúráján, hagyományain nevelgettünk fel. Azok adták a kezünkbe a tudást minden területen. És magunkra csak akkor lehetünk büszkék, ha ezt megőrizve, tovább gyarapítva, tovább visszük a nemzeti kultúrát. Ahogy látjuk a világba, és most különösen a járvány idején, hogy minden nemzet magáról próbál gondoskodni, és valahol visszajönnek a visszaszorítottságba, a félelembe, mert egy vírustól mindig féltek. Azok az emlékek, amelyek összetartották az embereket kulturális területen különösen. A nagykunság és a jászság az külön példát mutat ez ügybe.
De ha csak a vírusról kezdünk el itt beszélni, mert kell beszélni róla, hiszen most ez adta, hogy ilyen kis számba vagyunk itt jelen, és nem nagyon találkozhatunk közelről másokkal, hogy a régi világ, visszaemlékezem egyébként ezekre a történelmi korokra, amikor nemzetvédő szabadságharcaink során is vírusok törtek ki, és a szabadságharcosok a túlerővel szemben sok esetben el is menekültek a magyar hadseregből. Ilyen formán például a 48-as szabadságharc idején is a 200 000-es orosz cári hadsereg, aki ellenünk felvonult, nem számított neki, 15 000 halottja volt akkor a vírusoknak az ő hadseregükből, de ugye csak leverték a szabadságharcunkat. De voltak olyan hőseink, például, hogy visszaemlékezzünk az orvostudományba is, visszamenjünk a kézmosásra. Hát nem véletlen, hogy magyar tudós Semmelweis Ignác adta az életét ezért. Hiszen amikor ő használta a kézmosást szülészként, akkor rájött már, hogy valami hasonló lehet, hogy a tisztaság, a kulturáltság, az öltözködésbe és a megjelenésbe, a egészségügybe mindenképpen fontos. Őt kigúnyolták ezért, és kitagadta magából a akkori professzori társaság. Hát a halállal is ez lett. De aztán igazolta őt a történelem. Neki lett igaza. Ő neki emlékoszlopot, szobrokat építenek és csinálnak. A többiek, akik ellenezték és ellene kiabáltak, nyilván anyagi és egyéb érdekekből, azok eltűntek a történelem süllyesztőjébe. De nagyon büszkék vagyunk a mi Kátai Gáborunkra, aki szintén a vírus ellen küzdve Semmelweis módszerét alkalmazta itt a Jászkunságban. Ő volt, aki bevezette ugyanúgy a kézmosást, és tiltakozott minden olyan ellen, aki a szülészeten az anyák megmentőjeként is nevezhetjük ugyanúgy, mint Semmelweist. És ő a mi szelüttünk, Karcagvárosnak. Nem véletlen, hogy itt a szomszédságban a nagy kórházunk Kátai Gábor nevét viseli. Hát ilyen formán emlékezünk a mai napon, és szívünkbe melegséggel őrizzük azokat az őseinket, akik tovább éltettek bennünket ebbe az országba, és megmaradt a magyar nemzet egészségbe is. Így legyen tovább is. Az önkormányzat nevében az emlékharangnál Gyurcsák János alpolgármester és Rózsa Sándor jegyző helyezett el koszorúkat, majd F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő az országgyűlés nevében, Györfi Sándor Jászkun főkapitány a hármas kerület nevében koszorúzott először, majd közösen elhelyezték a Kunszövetség koszorúját. Ez egy különleges nap, egy különleges esemény, amit soha nem szabad elfelejteni, hiszen nem évszázadokkal ezelőtti esemény, amiről csak megemlékezünk, és semmilyen hatással nincs a mai nagykunságra, a mai élő emberekre, hanem egy olyan esemény, amely jelzésértékű, hiszen jelzi azt, hogy itt a nagykunságban és a jászságban, kiskunságban természetesen olyan emberek éltek, akiknek számított a szabadság. Számított az, hogy ne legyen felettük hatalom, hanem dönthessenek a saját életükről, a saját életük viteléről, és erre áldozatot is hoztak. És az itt élő emberek ezeknek a leszármazottai. Azoknak az embereknek, akik hozzá voltak ahhoz szokva, hogy munkával, tevékenységgel saját maguk életét tudják kormányozni. Nem másra mutogatva, nem mástól várva segítséget, hanem saját munkájukban, saját eszükben bízva, és kialakult egy olyan társadalom a kunságban, a jászságban, amely önállóan gondolkodó, saját magát, saját maga munkabírását tudó embereknek a szövetsége. És bízom benne, hogy most is ilyenek vagyunk itt a kunságban és a jászságban, hogy el tudjuk dönteni, hogy mit szeretnénk, ezt meg is tudjuk valósítani, ha a sikert érünk el, a siker a miénk, ha a kudarcot, az is, és nem másra mutogatunk, hanem saját erejünkből akarunk
tovább gyarapodni, saját erejünkből akarjuk vinni tovább az életet. Én azt gondolom, hogy ez az üzenete a redemciónak, hogy a szabadságért küzdeni kell, a szabadságért tenni kell, és a szabadsággal tudni kell élni, hiszen én azt gondolom, hogy itt a jásságban és a kunságban éltek a szabadsággal, jól éltek, és bízom benne, hogy az évszázadokon keresztül is élni fognak. Végül a képviselő megkongatta az emlékharangot az évfordulóra emlékezve. Befejezi működését a Robinson Tours utazási iroda. A 25 éve a piacon lévő 80 alkalmazottat foglalkoztató iroda szombaton a honlapján jelentette be, hogy a járvány miatt leteszi a lantot. Azt is megjegyezték, nincs külföldön utas, és a cég vagyoni biztosítéka elegendő a befizetett összegek visszatérítésére. Azt írták, 25 év és több százezer kiszolgált vendég után lezárnak egy korszakot, miután a koronavírus járvány miatt eddig még nem tapasztalt utazási és egyéb korlátozások léptek világszerte életbe. Határokat zártak le, leállt a légiforgalom, bezártak a szállodák, éttermek, múzeumok és a hétköznapi élet is korlátok közé szorult. Több hónapra leállt az üzleti élet sok gazdasági szektorban, elsőként a turizmusban, teljesen lenullázva a bevételi oldalt írták. Az utasoknak az útlemondása esetén 14 napon belül kell visszakapniuk a befizetett összeget. Ez idáig minden esetben betartotta az iroda, így volt ez 2020. januárjában is, amikor több száz utas előlegét kellett visszafizetniük hajnali járataik törlései miatt. Azonban a mostani nagy mennyiségű lemondott út mellett az új utak foglalásának elmaradása példátlan esemény, hangsúlyozták. Kilátástalan és tervezhetetlen a jelenlegi helyzet rendeződésének időpontja, ezért szerintünk ugyancsak egy felelős döntés részünkről, hogy leállunk. Felelősen kimondjuk, hogy ezen a nyáron nem tudjuk hogyan, hova és egyáltalán lehet-e majd külföldre utazni, közölte az iroda. Jelezték, hogy a cég vagyoni biztosítása 380 millió forintra szól, így ez teljes mértékben fedezi az utasoknak visszajáró összegeket. Hozzátették, hogy a Robinson Tours szervezésében egy utas sem tartózkodik külföldön. Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy milyen szabályokat kell majd betartaniuk, illetve betartatniuk a fürdőknek, ha kinyitnak. Eleve szigorú higiéniai előírások vonatkoznak rájuk, amelyeket legtöbb helyen saját hatáskörben fokoztak is februárban és márciusban, mielőtt a járványügyi helyzet miatt időlegesen bezárni kényszerültek. A térségünkben üzemelő fürdővezetők közül többen is úgy kalkulálnak, hogy az eredeti befogadó képességüknél lényegesen kevesebb vendéget engedhetnek majd be egyidejűleg a strandok területére, illetve a medencékben is kevesebben tartózkodhatnak majd, mint ahányan egyébként elférnének. Tömegtől tehát garantáltan nem kell tartanunk. A vidéki strandok és fürdőhelyek szabadtéri részei megnyithatnak. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hatósági engedély és helyszíni szemle birtokában lehet a strandokat és a természetes fürdőhelyeket újra nyitni. Ezeken a helyeken is be kell tartani a személyi távolságot, a medencéknél az egy emberre 4 négyzetméter vízfelületet jelent. A meghatározott számú fürdővendég beengedéséről is üzemeltetőknek kell gondoskodnia, emelte ki. A zuhanyzókat, öltözőket és egyéb kiszolgáló helyiségeket akkor is lehet használni, ha a strandhoz tartozó épületben vannak, de ezeket gyakrabban, óránként, a beléptetéshez használt karórákat pedig minden használat után fertőtleníteni kell. Aki beteg vagy valamilyen bőrbajban szenved, az ne menjen strandra, és a medence használat előtti és utáni zuhanyozás is mindenképpen szükséges. A medencét használat előtt mindenképpen mechanikai tisztításnak kell alávetni, a fertőtlenítéshez használt szerek 50 mg per liter klór töménységűnek kell lennie, közölte. Jelezte, a vírus a természetben sérülékeny, hamar elpusztul, így a medencevízben nem kell a szokásosnál több klór. Egyelőre a vízforgató rendszerű medencék használata megengedett, az úgynevezett töltő, ürítős és a gyógyvizes medencéké, valamint az aeroszol képződéssel járó élményelemeké nem. A zárt fürdők vagy fedett helyen üzemelő medencék nem használhatók, és szintén nem lehet igénybe venni a belső terekben található szaunát, gőz és pezsgő fürdőket, csúszdákat sem. Kedves nézőink!
Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Vigyázzunk egymásra, maradjunk otthon. Viszontlátásra!